Üdvözlök minden jelenlevőt, Dóbé Péter vagyok, a BME Irányítás Technika és Informatika tanszékről, és amiről beszélni fogok, az a Circle névre keresztelt felhőrendszer, amit a műegyetemen fejlesztünk. És hát mindenek előtt mit nevezünk felhőnek? Most már eléggé elterjedt kifejezés ahhoz, hogy mindenkinek legyen valamennyire fogalma, és lehet, hogy mindenkinek kicsit más fogalma van róla. Az NIST, az amerikai szabványhivatal, az megpróbált valami definíciót adni a felhőre, és management, virtualizáció, illetve használat alapján történő fizetés és hálózat volt a követelmény, ami alapján cloudnak nevezhetett egy rendszert. Ennél talán egy egyszerűbb és számunkra praktikusabb meghatározás, hogy számítási felhőnek fogunk nevezni egy olyan elosztott számítógép klasztert, amely igény szerinti erőforrásokat és szolgáltatásokat nyújt egy hálózat felett, ami többnyire az internet. A felhőrendszerek csoportosítása az szerint, hogy milyen szinten nyújtja ezeket a szolgáltatásokat. Lehet infrastruktúra, mint szolgáltatás, vagy IaaS, platform, mint szolgáltatás, vagy PaaS, illetve szoftver, mint szolgáltatás, vagy SaaS. Mi a Circle rendszerrel az előbbire, tehát az IaaS-re összpontosítottunk. És hát az szerint, hogy kik használják, illetve mennyire nyílt egy rendszer, egy felhőrendszer, az szerint beszélhetünk nyilvánosról, hogyha bárki használhatja, közösségi, hogyha valami intézményeket csoportja használja mondjuk, illetve magán, hogyha egy cég használja kizárólagosan. És lehet ezeknek az ötvözete is. Az IaaS felhőnek egy lehetséges elméleti modellje, az ezekből a komponensekből áll, van egy menedzser, egy központi irányító komponens, és ehhez kapcsolódóan van egy-egy komponens, ami a hálózatért, a tárolásért, illetve a számításokért felelős, és van egy itt frontenddel jelölt rész, ami a felhasználói interfész biztosítja. Ez tipikusan egy webes interfész szokott lenni, vagy néha parancsori interfész. A Circle, amit mi fejlesztünk, az volt a célunk, hogy egy komplett felhő megoldást adjunk a kis- és középvállalkozóknak, illetve oktatási és kutatási közösségeknek. Ez egy nyílt forráskódú IaaS felhő rendszer, amit fejlesztettünk. Eredeti célja ugye az oktatás volt az, hogy a BMM belül tudjuk használni, és ennek megfelelően arra is koncentráltunk, hogy az oktatási és kutatási közösségek speciális elvárásainak eleget tegyünk, illetve ez a rendszer eleget tegyen. És az is fontos szempont volt, hogy könnyű legyen használni, ne csak informatikusok tudják használni ezt a rendszert. Az elméleti IaaS modellhez képest így néz ki a Circle-nek a architektúrája nagyon nagy vonalakban. Van egy, hát jellemzően egy gépen szokott lenni a dashboardnak nevezett felhasználói interfész, illetve a Cloud Manager, ami a monitorozással is foglalkozik. A FW driver az a firewall driver, tehát a tűzfalat, a hálózatokat kezeli, és a Node foglalkozik a számításokkal, tehát a számítási erőforrásokkal, a storage driver pedig a diszkes adattárolással. A Node-ban azért van az a kis piros, mert a Node komponensben is van egy, hogyha kicsit rázumolunk a Node-ra, akkor látjuk, hogy ott is van egy hálózattal foglalkozó összetevő, illetve hát egy része meg a monitorozással foglalkozik.
Na, kicsit később beszélek majd részletesebben a felépítéséről a Circle-nek, ezeknek a komponenseknek, amiket most itt bemutattam. Először viszont arról, hogy nálunk miért vált be a BM-en, a műegyetemen. Mint mondtam, mi oktatáshoz használjuk, elsősorban programozásoktatáshoz, de nem kizárólag arra való. Viszont az oktatáshoz vannak speciális követelmények, kell, hogy legyen egy dinamikus környezet, amiben gyorsan tudunk létesíteni környezeteket a hallgatóknak, és különböző tantárgyakhoz más-más szoftvert kell telepíteni, egy C++ programozáshoz valami C++ fordítót, valami mondjuk építészeknek meg lehet, hogy valami CAD szoftvert, vagy ilyesmit. Hogyha bonyolultak a szoftverfüggőségek, akkor ezt heterogén fizikai gépeken elég nehéz karban tartani. És hát főleg az informatika karon, ahol ilyen hálózattesztelésre is foglalkoznak, ott fontos, hogy hát több gépes környezet kell, tehát valami virtuális hálózatban legyen több gép, és akkor azokon vizsgálnak valamit. Igen, a Circle segítségével az is előnyös, hogy az oktatás mellett kutatási meg egyéb projektekhez is kialakítható egy infrastruktúra különböző szolgáltatásokkal, meg szoftverkomponensekkel. Az üzembehelyezés ennek a Circle-nek igen könnyű, és egyre több Linux disztribúciót támogat. Ez Linuxra van egyébként, illetve hát a maga a rendszer az Linuxra van, és persze a gépek a felhőben, a virtuális gépek azok bármilyen oprendszert tudnak futtatni. Egyetemeken fontos még, hogy az adatközpontokhoz, meg a szolgáltatásokhoz hozzáférjenek a hallgatók, a hálózaton belülről, egyetemen belülről. És előnyei továbbá a Circle-nek, hogy könnyű használni és könnyen megérthető a rendszer használata. Ezt majd bemutatom képernyőképekkel, illetve hát idő függvényében lehet, hogy élesben is valamennyire. Akik a felhőt használni kívánják, nem feltétlenül informatikusok, és nem biztos, hogy nagyon sokat akarnak foglalkozni azzal, hogy tehát sok időt akarnak szánni arra, hogy elindítsanak egy virtuális gépet. A tanároknak meg a diákoknak persze jó, hogyha más jogosultságuk van az egyes erőforrásokhoz, és ezt is támogatja. Ami egy nagyon nagy előny és megkülönböztető jellemzője a többi IaaS felhőhöz képest, hogy ezt ki is próbáltuk, hogy tanóra elején mindenki, és az évfolyam az ilyen több száz fős nagyságrendet jelent, mindenki indít egy virtuális gépet magának, ezt kibírta a rendszer, mert úgy van kialakítva, hogy ha nagyon sok hasonló virtuális gépet indítanak, akkor az nem terhelő nagyon. Még egy dolog, hogy ez nem egy fizetős cloud, illetve nem az volt a célja, amikor létrehozták, és továbbra sem az kifejezetten a célja. A felhasználók ezért nem fizetnek az erőforrásokért, viszont végesek az erőforrások, úgyhogy valahogy korlátot kell szabni neki az erőforrás használatnak. A Circle ezt úgy oldotta meg, hogy erőforrásokhoz bérleti időket rendel, tehát valaki kap egy virtuális gépet, akkor azt használhatja 5 napig, vagy 5 óráig, vagy hasonló részletesebben is, majd mindjárt ezt megmutatom, hogy. És nekünk ezért volt jó, tehát ez eredeti célját tekintve a BM-en belüli oktatásra létrehozott felhő, de nem csak nekünk lehet jó. Például kis- és középvállalkozásoknak, ahol szintén szükség lehet projektszerverekre, tesztelési, illetve DevOps célokra többek között, és ezeknek leegyszerűsíti a karbantartását. És ami nagy előny, hogy
ahelyett, hogy sok-sok szerverük lenne, akár egyetlen fizikai géppel is megoldható a dolog. Persze hát nem feltétlenül az a cél, hogy akkor minél több szervert egy gépen, minél több virtuális szerver legyen egy gépen, de a Circle az egy gépes üzemmódban is tud működni. Felhőszolgáltatóknak is lehet ajánlani esetleg, egyrészt mert hát könnyű használat miatt már viszonylag kevés beállítási dolguk akad, másrészt meg ez egy IaaS felhőt biztosít, de a fölé lehet építeni egy PaaS vagy SaaS felhőt, mint szolgáltatást, tehát szolgáltatni egy SaaS-t. Emellett van szintén a BMN fejlesztés alatt egy SETI nevű grafikus konfiguráció menedzsment, amivel a felhőben futó gépekre összetett konfigurációkat alakíthatunk ki, illetve hát alkalmazás portfóliókat hozhatunk létre, úgyhogy ezeket a kis dobozokat, amik a szolgáltatásokat jelentik, ezeket létrehozzuk és összekötögetjük megfelelően őket. És hát itt egy kép, hogy ugye miért előnyös az, hogy a cloudba költöztetjük a szolgáltatás infrastruktúránkat. Jóval kevesebb gépünk lesz, és azt ugye könnyebb karbantartani. Ja, ez egy áttekintés, hogy nagyjából nálunk a BMN hogy működik a rendszer. Hát egyrészt ugye ott baloldalt van a telepített Circle azokkal az összetevőkkel, amikről korábban beszéltem, és egy számítógép labor, ahol hallgatók ülnek és dolgoznak valamilyen feladaton. Onnan a Circle-ben lévő, a felhőben lévő virtuális gépeket érik el és azon dolgoznak. Jó, illetve hát nyilván otthonról is dolgozhatnak interneten keresztül. Jó, itt felsorolom a modulokat, amiket majd később kifejtek, hogy működnek. Hát a portál biztosítja majd a webinterfészt, a számítási csomópontok, illetve Node röviden. Ezek végzik a VM-eknek a futtatását és ezek felügyelését. A storage végzi a tárkezelést, illetve tárolja a diszképeket. A hálózat, illetve network komponens az a bonyolult fizikai és virtuális hálózati infrastruktúrákat tart karban. És van hát a központi felhőmenedzser, ami ezek között a együttműködés biztosítja. A portál az egy webes interfész, mint említettem. Amellett, hogy jelszavas belépéssel be tudunk lépni, támogat SSO megoldásokat is, ezen belül konkrétan az SML2-t. A erőforrásokhoz, miután beléptünk a portálon, egy ACL-lel szabályozhatjuk a hozzáférést, ami azt jelenti, hogy csoportokat hozhatunk létre, fölvetünk bele felhasználókat, és a csoportokhoz, illetve felhasználókhoz rendelhetünk jogosultságokat az adott erőforrásokra. Emellett egy hát személyes fájltároló is tartozik a rendszerhez, amit a portálon keresztül viszonylag könnyen tudunk használni, föltölteni fájlokat, illetve letölteni. Hát ennek akkor van haszna, hogyha virtuális gépeken is ezt használjuk, ugyanis a virtuális gépekre is föl lehet ezeket csatolni, és akkor így könnyen lehet fájlt cserélni a virtuális gépek meg az asztali gép között. Jó, és említettem a lejárati időket, hogy a portál az jelzi, hogyha közel van egy lejárati idő. Itt egy képernyőkép a bejelentkezés után kapott műszerfalról, vagy dashboardról. Ez az adminnak az interfésze, tehát a
hagyományos felhasználók picit kevesebbet látnak. Ők nem látják például a számítási csomópontokat, mert őket az annyira nem érinti. Viszont a lényeg, a bal oldalon van a virtuális gépek, illetve a sablonok, amikkel foglalkoznia kell a felhasználóknak. Igen, hogyha kiválasztunk a virtuális gépek közül egy, illetve kilistázzuk a virtuális gépeket, akkor az alábbit látjuk. Itt most van jó néhány virtuális gép, és látszik mindegyiknek az állapota, a tulajdonosa, az, hogy mennyi ideig futhat, tehát a bérleti ideje, és még néhány információ. És ha kiválasztunk ezek közül egyet, akkor ezt látjuk, illetve azon belül, hogyha az erőforrások fölött választjuk, akkor látjuk azt, hogy pontosan milyen erőforrások vannak hozzárendelve ehhez a virtuális géphez. Igen, ugyanezen az oldalon a hálózat fül alatt látjuk, hogy éppen milyen porttovábbítási szabályok vannak, illetve felvehetünk további szabályokat. Meglátjuk, hogy milyen hálózatoknak, hát virtuális hálózatoknak a tagja ez a VM. Igen, a virtuális gépekhez tartozik egy-egy eseménynapló, amivel elég részletesen nyomon lehet követni a virtuális gépek történetét, tehát múltját. Fontosabb események ebben rögzülnek, úgy, mint az adminisztrátori, illetve felhasználói beavatkozás, vagy a monitoring rendszernek valamilyen eseménye. A naplóba bekerül az események ideje, felhasználója és típusa. Továbbá, hogyha valami fontos esemény érkezik, akkor ezzel a desktop notification-nel a felhasználó, hogyha be van jelentkezve a portálra, akkor értesül egy ilyen asztali kis felugró ablak révén is. Jó, a nódok vagy számítási csomópontok, azok hát végzik a lényegi munkát, azok hozzák létre, meg tartják fenn és szüntetik meg a virtuális gépeket, VM-eket. A virtualizálás az a mi esetünkben KVM-mel történik, illetve hát e fölött a libvirt interfészét használja. Hálózat karbantartásához OpenV switcheket, tehát virtuális switcheket használnak, amiket OpenFlow szabályokkal kezelnek. Igen, ezen kívül mindjárt beszélek az ügynök szolgáltatásról, ami fut a virtuális gépen, tehát a vendéggépen fut. Ezekkel is a nódok tartanak fenn kapcsolatot. Nódok, a adminisztrátor felhasználó az látja a nódokat és tudja menedzselni őket, leállítani, elindítani, ahogy szükséges. Itt ez most, hát a mi infrastruktúránk itt van, ha jól számolom, 6 nód, ami éppen üzemel. Jó, és a nódok alatt ott grafikonokkal jelzi is a kihasználtságot, illetve hát a terheltségét ezeknek a gépeknek. Az ügynök az egy programocska, amit a vendéggépen fut. Ez Linux és Windows rendszerre is, illetve Linux és Windows vendéggépekre is létezik. Ez a hálózatot kikerülve, tehát nem a virtuális hálózaton, hanem a virtuális sorosporton kommunikál a nóddal, azzal a nóddal, ami nő fut. Ennek az ügynöknek, hát nem igazából enélkül is tud valamilyen szinten működni a VM, de az ügynök az hasznos abból a szempontból, hogy el tudja végezni a virtuális gép bizonyos beállításait, úgy, mint a hálózat felépítése, jelszavak beállítása és átállítása, SSH kulcsoknak a kezelése. Ezen kívül, hogyha hamarosan lejár a bérleti idő, akkor küld egy figyelmeztetést éppen bejelentkezett felhasználóknak. Jobb oldalon látszik a tevékenységek, mert az ügynöknek a bizonyos tevékenységei.
A Circle-nek a telepítése, azt említettem már, hogy elég egyszerű telepíteni, legalábbis az egygépes változatot. Az egygépes változat, egygépes telepítés, az jelenti azt, hogy minden komponens egy gépen van. Tehát a Node, ami kezeli a virtuális gépeket, az ugyanazon a gépen van, ahol a Storage Network, illetve portál szolgáltatás. Van a másik fajta telepítés, ezt most itt úgy neveztük, hogy cluster. Itt úgy néz ki a dolog, hogy a nódok azok egy clusterben vannak, egy cluster gépein vannak feltelepítve, és van emellett egy külön fejgép, amin a többi szolgáltatás, a portál network és a storage. És lehet teljesen elosztott, ahol a VM-ek azok egy clusterben futnak, és a szolgáltatások külön-külön gépeken. Jó, ezek közül az egygépes, azt elég könnyű elvégezni azt a telepítést, majd remélem, hogy lesz idő arra is, hogy kicsit azt egy perc alatt körülbelül végigfussak rajta, hogy történik, hogy ezt bárki meg tudja csinálni majd az előadás után, otthon akár. A többi fajta telepítéshez nyújtunk segítséget, illetve hát támogatást, hogyha van rá igény. A tárkezelés az annak ugye a storage modul a felelőse. Ez különféle image formátum, különféle lemez formátumokat tud kezelni. A ISO, tehát a CD, DVD, a RAW és a QCOW, ami támogatott. A Diskscape fájlok azok egy megosztott fájlrendszeren vannak, hogy a különböző nódok el tudják érni. Ez hát a mi esetünkben NFS, de bármilyen megosztott fájlrendszer lehet. A diszkek azok alapból a QCOW 2 formátumban vannak. Ennek majd mindjárt megmutatom, hogy mi az előnye, ami mi használati környezetünkben. És mivel megosztott táron vannak a diszkek, ezért lehetséges a futás közbeni migráció, tehát az egyik gépet, miközben fut egy VM, azt mondjuk, hogy mostantól a másik nódon fusson. A QCOW 2 lemezformátumnak ugye van az a tulajdonsága, hogy CoW vagy copy on write, ami azt jelenti, hogy hát van egy alapdisk, amihez képest vannak a VM diszkek, és ezek a diszkek, ezek csak az alapdiszkhez képesti különbséget tárolják. Tehát, hogyha írunk rá, akkor csak az kerül rá, az lesz ráírva ezekre a diszkekre, amit írtunk. Például a VM diszk egy esetében az a piros, másik esetében a sárga, illetve a narancssárga. És így elég sok helyet lehet, egyrészt helyet lehet megtakarítani, másrészt pedig emiatt lesz az, hogy nagyon gyors a virtuális gépek indítása, és ezért van az, hogy sikerült, ugye említettem az eleje felé, hogy sikerült több száz virtuális gépet is indítani percek alatt. Igen, a szabad helykezelés az úgy történik, hogy ugye amikor a nódon, illetve a megosztott fájlrendszeren még van elég sok szabad hely, akkor a diszkek még nem törlődnek le, hogyha meg sem is ütünk egy diszket. Viszont, hogyha fogytán van a hely, akkor egy garbage collector az végigmegy és törli a már meg sem is ütött diszkeket. A hálózati vagy network komponens az felel a bonyolult fizikai és virtuális hálózatoknak az adminisztrálásáról. Említettem, hogy OpenFlow szabályokat használunk, és hát netfilter alapú, tehát Linux-os netfilter alapú a dolog. Ez a hálózati komponens kezeli a 802.1Q szabvány szerinti VLAN-okat, illetve a DNS és a DHCP szolgáltatást. És támogatott az IPv6 is, és annak vannak bizonyos előnyei egyébként.
Hogyha a gépeket kilistáztatjuk a műszerfalon, akkor látjuk, hogy itt kapunk információkat a hálózat. Hát mondjuk picit kicsivel látszik, de az IP címük is megjelenik, meg a MAC címük is, meg IPv6 cím is ott van. Igen, a hálózati komponensről még annyit érdemes tudni, hogy a VM-ek azok többféleképpen kapcsolódhatnak az internetre. Egyrészt lehetnek egy nyilvános hálózatban, és akkor nincs szükség natolásra, vagy lehetnek egy magánhálózatban, tehát egy LAN-on, és akkor valamilyen porttovábbításos megoldás kell alkalmazni, amit szintén el tud végezni. Igen, és ami még fontos, hogy az ACL, tehát a hozzáférés szabályzás, az a virtuális hálózatokra is érvényes, tehát azt is hozzá tudjuk rendelni csoportokhoz, illetve felhasználókhoz. A sablon az is az egyik legfontosabb fogalom a Circle-ben. Amikor használunk egy VM-et és bekonfiguráltuk úgy, hogy ez úgy gondoljuk, hogy jó kiindulási alapot ad mondjuk egy laborgyakorlatra, vagy valamilyen projekthez, tesztelésre, akkor csinálhatunk belőle egy sablont. Ez azt jelenti, hogy akkor lementjük ugye a virtuális gépét, és egyesítjük a QKO2 alapdiszket, meg a különbségdiszkeket, és csinálunk belőle egy új alapdiszket. Másrészt meg elmentjük a VM-eknek a erőforrás beállításait, és később ezt a sablont is tudjuk módosítani, finoman hangolni rajta az erőforrásokat, hogy most ami példányt ebből létrehozunk, az mégse 2 GB-mal, hanem csak 1 GB-mal rendelkezzen, vagy hasonló. Igen, a bérleti idő, amit hozzárendelhetünk az erőforrásokhoz, annak kétfajta paramétere van. Az egyik az az, hogy felfüggesztésig mennyi idő teljen el, tehát addig, amíg felfüggesztjük a virtuális gépet. Másik pedig a megsemmisítésig eltelt idő. És telepítés után, tehát miután Circle telepítettük, alapértelmezetten ez a 3 bérlettípus van, hogy laboratórium és projekt és szerver, de ezek természetesen törölhetők és újak létrehozhatók, tehát ezek szabadon változtathatók. Mielőtt lejár egy erőforrás, illetve egy virtuális gép, meg lehet újítani gyorsan ezzel a megújítás gombbal. A hitelesítésre többfajta megoldás van. A legegyszerűbb az a jelszó alapú hitelesítés, de emellett támogatott az SAML vagy SAML2 hitelesítés. Ez számunkra azért előnyös, mert az EduID is ezt használja, és így a hallgatóknak az adatait ebből ki tudjuk, vagy meg tudjuk kapni, importálni tudjuk. És ezen kívül opcionálisan 2 lépcsős hitelesítés is használható, vagy a jelszó alapúhoz, vagy pedig a SAML2-eshez. Igen, a felhasználókból, ugye felhasználói csoportok létrehozhatók előre, az azt jelenti, hogy még mielőtt az első bejelentkezés megtörténik. A hozzáférés vezérlés az 3 szerepkör révén történik. Tehát minden erőforráshoz, illetve hát erőforrások többségéhez 3 szerepkör közül jelölhetünk meg, hogy egy felhasználó melyikkel rendelkezik. A sima felhasználó az egyszerűen hozzáfér az erőforráshoz. Az operátor az megoszthatja felhasználókkal, és módosításokat hajthat végre. A tulajdonos az pedig bárhogy rendelkezhet, tehát például
új felhasználókhoz adhat hozzáférést. Igen, ami még fontos, hogy az erőforrásoknak, ugye van itt egy olyan szerepkör, hogy tulajdonos, több felhasználónak lehet ilyen szerepe egy adott erőforrásra, viszont emellett van egy, aki létrehozta ezt az erőforrást, az a tulajdonosa lesz, és ez egy külön dolog, ez az, ami ott, hát most fölül van a lista fölött, és ez átruházható. Tehát, hogy a tulajdonos azt mondhatja, hogy mostantól nem ő akar foglalkozni vele, hanem valaki más foglalkozzon. Jó. Igénylés. Mivel az erőforrások végesek, ezért próbáljuk korlátozni, hogy ne mindenki annyit használjon, amennyit szeretne. Ezért, ahogyha valaki mégis egy picit többet szeretne, akkor az igénylés felületen keresztül tud még több erőforrást kérni. Ezt az adminisztrátor egyetlen kattintással jóvá hagyhatja, vagy elutasíthatja. Ez is egy viszonylag egyedi dolog a Circle-ben. Igen, a műszerfalon van minden VM-hez még egy konzol, ami egy NoVNC-s, tehát egy HTML5 implementációjú VNC kliens, ami websocketokon kommunikál. Monitorozásnak a felülete néz ki így. Ez, ha jól tudom, akkor grafit alapú. És telepítés az, mivel a Circle az külső komponensekre is épül, egyébként csak csupa szabad szoftver komponense, Python, Libvirt, Django, OpenVSwitch és Celery. Ezért, hogy ezt ugye ne kézzel kelljen egyesével felrakni, a SaltStack nevű konfigurációkezelőt használtuk erre. És a telepítő az egygépes telepítéshez az elérhető a Git repozitoriból. És hát lassan a vége felé közeledve, ami még folyton kérdés szokott lenni a Circle-el kapcsolatban, hogy miért csináltunk mi egy saját IOS felhőt, és miért nem használtuk mondjuk a Circle-t. Az OpenStack-et. Hát erre az egyik prózai válasz az az, hogy amikor elkezdtük, akkor az OpenStack az még nem nagyon volt, vagy legalábbis nem ott tartott, ahol most. Másrészt meg azért a mi esetünkben van számos előnye a Circle-nek. Mindenekelőtt az, amit már biztos mondtam sokszor, hogy nem kell informatikusnak lenni ahhoz, hogy elindítsunk egy VM-et, hanem csak, hát ott van egy play gomb, és hogyha erőforrásokat akarunk szabályozni, akkor csak egy ilyen csúszkával állíthatjuk. Ezen kívül a Circle-ben a sablonok, azok nem csak a diszket mentik, hanem a VM-ek konfigurációját is. És az OpenStack-ben ott úgynevezett flavorok vannak, amik ilyen konfiguráció készletek, vagy konfiguráció, illetve erőforrás konfiguráció készletek. Ezek közül lehet választani, tehát nem annyira rugalmasan szabályozható, mint a Circle-ben. OpenStack-nek a telepítése sem egyszerű. Aki próbálta már, az valószínűleg tudja, és nem is olyan gyors. Circle az viszont, és mindjárt, még egy-két percen még van is rá, úgyhogy mindjárt nagyon gyorsan végig futok azon, hogy megy az egygépes telepítés. Az OpenStack-nek a célközönsége pedig elsősorban nagyvállalatok, és ott sok ezer gépes környezetet, akik sok ezer gépes környezetet akarnak mondjuk kialakítani. A Circle-nek a célközönsége pedig hát kis- és középvállalkozások, illetve oktatási és kutatási intézmények. Ezért erre a célra lehet, hogy jobb választás a Circle. Ezen kívül hát az OpenStack-nek nincs saját ügynöke, a Circle-nek meg van ez a két dolog, amit említettem, hogy viszonylag egyedi, az erőforrások igénylése, meg a bérleti idők az erőforrásokra. Jó, és akkor végül, azt hiszem, hogy még van talán 5 percem, vagy még több,
hogy hogyan telepítünk egy egygépes Circle Cloudot, vagy egy Circle telepítést. Most amit ki akarunk alakítani, az egy ilyen hálózat, ahol, illetve hát így néz ki a hálózat, hogy 1.1.1.1 az a szervernek a címe, és 1.0.0.1 az a gateway, amin keresztül az internetre kapcsolódik. Akkor a circlecloud.org-ra, hogyha ellátogatunk, és itt a docs-ra kattintunk, docs, vagy docs.circlecloud.org-ot begépeljük, akkor itt a Circle Project Salt Installerben elég részletesen le van írva, hogy mit kell csinálni, azok hát néhány sort igazából csak be copy-paste-elni, és egy config fájlt picit átírni, de az se lesz bonyolult. Hát itt vannak a támogatott OS-ek, nem sokára majd Ubuntu Linux 16.04 LTS is támogatva lesz, egyelőre most a 14.04-es. Föl kell telepíteni, hát retett esetében ezt az Apple-t is, de általánosságban a Python pipet, meg a gitet, és utána ezt a Saltot, vagy hát Saltstack nevű konfiguráció management eszközt rakjuk föl, és utána jön az, hogyha már megvan a Saltstack, meg a git, akkor leszedjük a telepítőt a repozitoriból, tehát kiadjuk ezt a parancsot, ezt esetleg ki is fogom mindjárt adni, mondjuk picit csalok, mert pésztelek, de ez mondjuk nem csalás annyira. Igen, és hát lehet, hogy picit lassú a hálózat, mindegy. Igen, és akkor azt mondja, hogy konfigurációs fájlnak a módosítása, nanóval, vagy pikóval, vagy vimmel, vagy akármivel megnyitjuk ezt a fájlt, hogy mondjuk akkor nanóval, hogyha úgy szól a példa, salt per pillars, vagy pillar per installer.sls, és itt van néhány hát kulcsértékpár, amit be kell állítani. Nagyon sok esetben csak annyi a teendő, hogy legyen beállítva, tehát ezt a komment jelet, ez a kettős keresztet, ezt töröljük előle. Azért a secret dolgokat érdemes átírni, hogy ne ugyanaz legyen mindenkinek a titok, mint ami az alap telepítőben. Mondjuk beleírok valamit, és akkor már kicsit más. Admin user, az maradhat az admin jelszót érdemes átírni szintén. És egyébként itt van minden használt ilyen konfigurációs változónak a leírása, hogy ezek mit jelentenek. Igen, adatbázis, igazából ezeknek a nagy része az maradhat a default értéken. Tehát ezeket így kitörlöm, és akkor circle, hát az adatbázis jelszót is át lehet írni, bár az, hogyha úgyis lokálhoztam fut, akkor kívülről nem nagyon lehet megfúrni jó esetben, de azért sosem árt az óvatosság. Grafit szolgáltatás is maradhat. Ez is az NFS, ami még fontos lehet. Az NFS az ugye a megosztott tár, ahol a VM-ek tárolódnak. Mondjuk most ez egy egygépes telepítés, úgyhogy nyugodtan enabled-ot beállíthatjuk false-ra, és akkor úgy is működni fog, mert csak egy nódon hozunk létre, vagy egy nódon futnak a VM-ek, és akkor egy helyen van úgyis a image-ek. De hogyha át akarjuk írni, akkor, illetve hogyha használni akarjuk, akkor ide érdemes beállítani a NFS szervernek a címét, a hálózathoz pedig a subnetet. Itt most, hát most egy gépes telepítés, úgyhogy egyszerűség kedvéért ezt átírom false-ra. Storage drivernél még fontos, hogy a queue name az a host neve ennek a szervernek.
És az FV drivernél szintén ez egy host név. Igen, és a itt a gateway az a, hát hogyha most az volt a példánk, hogy 10.0.0.1 meg 10.0.1.1, akkor, vagy 10.1.1.1, akkor hogy van, 10.0.0.1, és 10.1, vagy mi? Nem 10, hanem simán 1. 1.0.0.1, 1.1.1.1. Egy, és mondjuk 8-as háló legyen, és a többi az maradhat, és hát kb. Ennyi beállítást kell elvégezni, most itt a ide a hasznév kéne, mondjuk igen, többi helyen meg hát nagyjából sok helyen maradhat a default érték, és hogyha ezt beállítottuk, és elmentettük oda, ahol ahova ki checkoutoltuk a gitből, akkor ezt kiadjuk, ezt a parancsot, és viszonylag hosszú parancs, de ezt kiadjuk, akkor települ a circle. Én most nem fogom ezen a laptopon kiadni, majdnem működhetne, annyi a baj, hogy ez 16.04-es Ubuntu, úgyhogy ezen még pont nem megy, de hamarosan. És hogyha ezt megcsináljuk, jó esetben, hát fut egy pár percig azért nem egy szempillantás alatt települ, hanem mondjuk 10 perc, de 10 perc után, hogyha lefutott, akkor be is léphetünk a dashboardra, tehát a portálra. Adminként, hogyha belépünk, azzal a jelszóval, amit ott az SLS-ben megadtunk. Utána számítási csomópontokat, tehát új nódokat vehetünk föl. Nevet adunk neki, itt bepipáljuk, hogy enabled. Gépnek a host nevét is meg kell adni. IP címnek, hogyha egy gépes telepítés, akkor lehet azt is adni, hogy 127.0.0.1. Meg a VLAN-t, hogy melyik VLAN-nak a része. Utána létrehozunk egy alap VM sablont, ami hát nem lesz rajta alapból, ugye oprendszer, ezt most rakunk rá. Beállítjuk az erőforrásait, beállítjuk, hogy milyen architektúra, az jellemzően 64 bites x86. Elnevezzük valahogy, hát az operációs rendszer ez most csak egy elnevezés, ezt mi neveztük el így. Szintén megjelöljük, hogy ez is ennek a VLAN-nak a része. És utána le tud tölteni egy izót, egy telepítő izót, jelen esetben a CentOS 7-nek a telepítőjét a netről, és arról akkor elindítja a letöltést, akkor tevékenységeknél tudjuk nyomon követni, hogy hol tart, és hogyha kész, akkor el tudjuk indítani, és a konzolon keresztül tudjuk nyomon követni a telepítést, illetve mielőtt elkezdi a telepítést, célszerű hozzáadni a ISO CD image mellé egy QCOUT 2 rendszerlemezt, hogy ugye legyen mire telepíteni az oprendszert. Utána el lehet távolítani az ISO-t, miután befejeződött a telepítés, az installert. Utána elmentjük a sablont, és megosztjuk más felhasználókkal, és innentől kezdve bárki tud példányosítani belőle egy gépet, amin rajta lesz egy kész telepített CentOS 7. Jó. És hát végül összefoglalásként a Circle az egy nyílt forráskódú GPL V3 license-es IOS felhőmenedzser, ami a fontos dolog benne, hogy felhasználóbarátság és az egyszerűség volt a szempont, képes fejlett hálózatkezelésre, és hát a nagy rész gyakorlatilag az egész Python nyelven íródott. Telepítése is viszonylag könnyű. És van néhány folyófejlesztés, azt említettem a Ubuntu 16.04-et, meg a Setit is említettem már, de ezen kívül vannak még olyan tervek, és akkor ezzel be is fejezem, hogy CEF nevű elosztott fájlrendszer támogassa, vagy az OCCI-t, ami egy interfész, egy API a cloudokhoz, egy szabványos API. Ezen kívül meg
hát a, legyen egy parancsori felület, meg a Microsoft Azure-hez, illetve az OpenStack-hez is legyen egy Circle-szerű dashboard. Jó, és hát résztvevők listája, és mindenkit szeretettel várjuk a kérdéseket, megjegyzéseket a levelező listánkra, cloud.circlecloud.org-ra, és mindenki látogatson el, bátorítok mindenkit, hogy nézze meg a circlecloud.org-ot, próbálja ki a Circle-t, hogyha megtetszett neki. És hogyha van valami kérdés, akkor szívesen válaszolok itt helyben is. Igen? A egy-egy nód kiesését hogy kezelitek, milyen technikával? Egy nód kiesése? Hát akkor... Akkor mi fog történni? Hát akkor egyrészt ugye a monitoring az ezt jelzi, másrészt meg hát akkor a VM-ek valószínűleg leállnak a jelen állásban, tehát hogyha hirtelen kiesik, akkor azokat legutóbbi felálláskor sajnos újra kell bootolni. Ja, tehát nem mennek át másik Ja, hogy migrálódnak, hogy automatikusan? Úgy tudom, hogy nem. Ja, de mondjuk itt van egy-két fejlesztő, úgyhogy lehet, hogy tud válaszolni konkrétan a kérdésekre. Jó, én úgy tudom, hogy nem, akkor sajnos rebootolni kell a gépet. Igen? Ja, igen, azt menet közben is, meg hát igazából a felfüggesztés az azt jelenti, hogy akkor hát lepauzolódik az a VM, és akkor mi nyugodtan újraindíthatjuk, viszont hogyha megsemmisítési idő letelt, akkor megszűnik a gép, és akkor, hát, akkor már nehezebb, tehát a felfüggesztéskor észnél kell lenni, vagy akkor kéne észbe kapni, hogy ez még kelleni fog egy kicsit. Mert hát a megsemmisítés után is, mint említettem, a diszkek azok nem azonnal törlődnek, úgyhogy ha a rendszergazdának szólunk, akkor még vissza tudja csinálni tehát egy teljesen lejárt VM-et is, de ez akkor már csak külön úton. Igen? Igen. Igen, tehát a nódok közötti, nódok meg a, tehát a komponensek közötti is, ugye? Ja, tudom. Igen. Én nem tudom fejből, de hát ha kollégám ezt tud erre válaszolni. Oké. Most itt milyen vendort? Hát ahol fizikai, a clusterben, ami fizikai switch-en vannak, ugye ő azt mondta, hogy az is SDN-es megoldással van kezelve. Nem, tehát a fizikai switch-ek azok egyelőre csak a VLAN tudják, tehát a 802. Ott van a szabály. Ez nem menedzseri le azt a részét? Igen, ez nem menedzseri le, csak a nódokon lévő OpenV switch-ek használják magát az OpenFlow protokoll. Most erre konkrétan nem emlékszem, de hogyha érdekli, ír egy e-mailt a cloud.org-ra, akkor szívesen megválaszoljuk. Köszönöm. Egyéb kérdés? Ha nincs, akkor megköszönöm még egyszer a figyelmet, és várunk mindenkit.